Sportövő percek. A sportág érdekességei, kiemelt versenyei, a múlt, a jelen és a jövő olimpikonjai. A műsor együttműködő partnere a Magyar Sportlövők Szövetsége. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Ha megduplázódik itthon a koronglövő versenyzők száma, akkor reális közelségbe kerülhet a szakákban egy újabb nemzetközi siker. Fejtette ki az Inforádiónak az olimpiai bajnok Igali Diana, a Magyar Szövetség alelnöke, a koronglövő szakág vezetője. Az elmúlt időszakról, a korábbi éremhalmozásról, a világversenyek jelentőségéről és a fiatalok feladatairól is beszélgettünk. A koronglövészet mindig egy sokkal hátrányosabb helyzetű szakág volt a sportlövészeten belül, hiszen igen drága sportról van szó, ez az egyik része, a másik pedig, hogy nagyon kevés olyan lőtér található Magyarországon, amely profi felszereltségű, és így nagyon-nagyon nehéz, azt lehet mondani, olyan bázisokat kialakítani, ahol megfelelő szakmai kereteken belül megfelelő technikai felszereltség mellett lehet toborozni fiatalokat. Bár 2 évvel ezelőtt elkezdődött egy utánpótlás program a Sportlövő Szövetség által delegált segítséggel, illetve a klubok, szakemberek összeálltak, és úgy érzem, hogy most fejlődőképesek vagyunk, illetve önerőből is, a szövetség segítségével is, illetve az állami támogatással nagyon jó kis program indult el. Nagyon-nagyon-nagyon reménykeltő. Hány fiatal foglalkozik Magyarországon jelen koronglövészettel? Amióta ez az utánpótlás program elindult, megháromszorozódott. Ha még meg tudjuk kétszerezni a létszámot, akkor 2-3 éven belül akár eredményes versenyzőket is tudunk delegálni Magyarországnak. Mivel tudják csábítani azokat a fiatalokat, akik érdeklődést mutatnak, és mondjuk nem a többi sportlövő szakág iránt érdeklődnek? Én bízom benne, hogy az elmúlt idők eredményei, azok mindenképpen egy olyan motivációt adhatnak a fiataloknak, amely arra ösztökéli őket, hogy ők is akár világbajnokok, Európa-bajnokok, és adja jó Isten, hogy akár olimpiai bajnokok legyenek. 14 és a fölötti korban lehet elkezdeni. Említette, hogy arra lenne szükség, hogy nagyjából még megduplázódjon itthon létszám koronglövészetben, de a mostani fiatalok között lát-e olyat, aki mondjuk a következő nagyjából egy évtizedben világversenyen sikert érhet el? Vannak nagyon tehetséges sportolóink, illetve utánpótlás versenyzőink. Nehéz erre most válaszolni. Mindenképpen nagyon tehetséges gárda alakult ki, és nagyon szép fejlődést mutatnak. Az elmúlt 2 év alatt tényleg azt lehet mondani, hogy a szülők is minden segítségükkel és a gyerekek tehetségével, illetve az edzők munkája mellett nagyon szépen fejlődnek. Nagyon bizakodó vagyok, és látva azt a sok tehetséget, akik a kezeink közé kerülnek, illetve a szakemberekkel dolgoznak, reménykeltő, és nagyon bízom benne, hogy talán 10 évet se kell várni. Azért, hogyha visszatekintünk az ön sikereire, akkor 2004-ig kell visszamenni, az azelőtti bő 2 évtizedben halmozta az eredményeket az aténi nyári olimpiáig bezárólag. Ez most ugye egy különleges helyzet 2020-ban, elhalasztották az olimpiát 1 évvel. Mit javasolna azoknak a sportolóknak, akik 2-3 hónapja azon rágódnak, hogy ebben az évben igazán nagy versenyük nem lesz, és a ciklus főversenyét is 1 évvel eltolták? Ez most mindenkinek nagyon nehéz, akik az olimpiára készültek ugye erre az évre. Itt most tényleg arra lehet gondolni, hogy a jövő évre tudjuk, hogy jövő évben lesz olimpia, és nagyon bízunk benne, hogy ez most már így is marad. Muszáj tovább dolgozni, és ezen a helyzeten túllépni. Minden szakember tudja, én azt gondolom, hogy a sportolók maguk is, hogy nem feladni kellett, meg nem lemondani kellett róla, hanem most egy picit eltolódik, tehát most egy picit tovább kell a munkát kitolni, fejben, gondolatban és szakmai munkában egy kicsit többet még hozzátenni. Nehéz mindenkinek, az biztos. Én azt tudom, hogy amikor az olimpiára készültem, és megszereztem a kvótát 2 évvel előtte, akkor már fejben, onnantól kezdve az olimpia előtt 2 évvel én már tudtam, hogy kint leszek. Már csak arra tudtam készülni és gondolni, és minden napom avval telt a 2 év időszaka alatt, a kvótás mi voltommal együtt, hogy már csak az olimpiára készülök. Ennyi, hogy fejben tovább kell ezt gondolni, és kitartónak lenni még továbbra is. Pályafutása csúcsára, a pályafutása vége felé ért fel Athénban 2004-ben. Hogyan dolgozta ezt fel magában? Hogyan kezelte, hogy gyakorlatilag évről évre jöttek a sikerek, és hogyan tudott ez 16 évvel ezelőtt így kicsúcsosodni? Ez már ugye az utolsó 8 év, vagy az azt megelőző 8 évben érezhető volt, hogy korban is, tapasztalatban, rutinban, már szakmailag is beértem. A biztonságos és folyamatos jó eredményeim is igazolták.
Úgyhogy az onnantól egy óriási nagy dopingot adott számomra, amikor 97-ben megtudtuk, hogy olimpiai szám leszünk, a női szám. Sydney olimpián már mint női versenyző és nem kvalifikált versenykörnyezetben saját számomban tudok esetleg részt venni és kvótát szerezni az olimpiára. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy doping volt. És ez így is történt, 98-ban ugye megszereztem a Sydney olimpiára a kvótát, és onnantól szárnyaltam, hiszen akkor azt egy világbajnoki címmel szereztem világcsúccsal, hoztam egy kvótát mellé, és ugye a Sydney olimpia eredménye, a bronzérma az már egy olyan erőt adott továbbiakban, és olyan szárnyra kaptam, hogy éreztem, hogy még van bennem egy 2-3 olimpia. A végén aztán ugye ez nem teljesedett be, viszont a következő 4 év az aténi olimpiára, 4. évre teljes mértékben becsúcsosodott a pályafutásom. Ha le lehetne rajzolni, akkor egy nagyon csodálatos ívet, fölfele ívet mutató eredmény sorozatom volt, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy én ezt megkaphattam. Az olimpiai aranyérmet az olimpiai sportágakban gyakorlatilag kivétel nélkül, vagy nagyon kevés kivétellel a csúcsra helyezik. Ellenpélda talán a tenisz, ahol azért az olimpiai bajnoki cím nem feltétlenül ér annyit, mint egy Grand Slam torna győzelem, de hát sportlövészetben mindenképpen az olimpiai bajnoki cím a csúcs. Mégis akár az idei tapasztalatok alapján mennyire lenne érdemes akár a közvéleménynek, akár a versenyzőknek jobban értékelni az Európa bajnoki, illetve a világbajnoki sikereket? Számomra ez mindig is egy olyan kérdés, ami ugye én megéltem azt az időszakot is, amikor még nem volt olimpiai szám a női szkít. A legmagasabb elérhető cím az a világbajnoki aranyérem volt, és mint világbajnoki aranyérmes, illetve már ugye előtte is Európa bajnokként is, mert nem voltunk olimpiai számos versenyszám, ezért mindig hátrányban voltunk. Tehát én megtapasztaltam, és kérdésére a válaszom, hogy pont ugyanannyit dolgozunk, pont olyan nagyon nagy lemondások, pozitív értelemben lemondásokkal járó, nagyon komoly felkészülésekkel járó időszak vége az egy akár egy Európa bajnoki vagy egy világbajnoki aranyérem megszerzése, mint egy olimpiai aranyérem. Tehát én azt gondolom, hogy méltatlanul van kevésbé megbecsülve, ha egyáltalán ez így van. Én mondjuk, mint nem olimpiai számos, egy időben ugye nem voltunk olimpiai szám, ezt tapasztaltam, hogy hátrányban voltam mindenkor az olimpiai számos, akár egy olimpiai aranyérmessel szemben. De ez nem negatív, én mindig úgy éltem meg ezeket az érmeket, hogy magamnak szereztem, illetve a családomnak, a barátoknak és mindazoknak, akik segítettek és szurkoltak értem, de hát a köz szemében azért mindig kevesebb volt, én úgy éreztem. De hát aztán összejött az olimpiai szereplés. Onnantól kezdve, ahogy olimpiai szám lettünk, és olimpiai bronzérem kezdtek felfigyelni arra, hogy van akár egy skitlövészetben egy versenyző, aki már előtte már volt többször érmes más világbajnoki versenyeken. Tehát igazán akkor kezdték értékelni az én pályafutásomat, meg az eredményeimet, amikor az olimpián megjelentem, illetve amikor az első érmemet szereztem, azaz a bronzérmet. Hát nyilván, és aztán az aranyérem az meg mégül is mindent vitt. Visszatérve egy kicsit az utánpótlás nevelésre, milyen személyiségű fiatalokat keres, milyen készségekkel, képességekkel érdemes rendelkezni egy fiatalnak, akkor, hogyha sportlövészetben, ezen belül akár koronglövészetben sikeres szeretne lenni? Ez nagyon összetett, hiszen megjelenik egy fiatal nálam, nyitott vagyok egyébként olyan akarattal szemben, akik ténylegesen látom, hogy szeretnék ezt a lövéssportot kipróbálni, illetve szeretnének akár ebben versenyezni. Természetesen ez nem mindenkinek fekszik, ez kiderül elég gyorsan, de hát nagyon-nagyon fontos, hogy ugye itt fegyelmet tanulnak. Itt meg lehet tanulni azt a bizonyos fegyelmi rendszert, ami ehhez szükséges, illetve nagyon fontos az, hogy a fiatalnak legyen olyan hivatástudata, hogy azért itt egy rendszerben kell élni, hiszen fegyverekkel dolgozunk, és a fegyelem, ezek a körítések, természetesen ez kell, nagyon jó reflex, amit egyébként emellett lehet fejleszteni, úgyhogy nyitott vagyok minden olyan érdeklődésre, amely komoly, aztán azon belül pedig az edző dolga, hogy átirányítsa és betanítsa, és megtanítsa a különböző olyan dolgokra, ami ehhez a sporthoz szükséges. Igali Diana olimpiai bajnok koronglövőt, a Magyar Sportlövők Szövetségének alelnökét hallották. Már a véget ért a Sportlövő percek. Műsorunkkal legközelebb, jövő csütörtökön este, nem sokkal 3:49 után várjuk Önöket. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő, Farkas Dávid. A Sportlövő perceket hallották. A műsor együttműködő partnere a Magyar Sportlövők Szövetsége.